A hatályos jogszabályok szerint a 3 hónaposnál idősebb, de a 4 hónapos kort el nem érő kutyákat kell oltani veszettség ellen, illetve évente kell egy-egy ismétlő oltást kapnia minden ebnek. Kalocsán évtizedek óta kialakult a gyakorlat, hogy május elején közepén lehet délutánonként egy-egy központi helyen gazdájukkal sorban álló 4 lábúakat látni. Ez most május 8-án, hétfőn kezdődik. Ilyenkor végzik el ugyanis az úgynevezett összevezetéses eboltást. Veszettség ellen oltani csak olyan kutyát lehet, ami már csippel rendelkezik. Tulajdonképpen a gazda bármikor elviheti kedvencét az állatorvoshoz a rendelőbe veszettség elleni oltásra, ha az már elmúlt 3 hónapos, majd fél év múlva egy ismétlő oltást is kell kapnia a kutyának. Ezután pedig minden évben egy alkalommal be kell adni a kötelező, veszettség elleni oltást a házőrzőnek. Az a tapasztalat, hogy amelyik településen abba maradt ez az összevezetett eboltás, ott jelentősen lecsökkent a kutyák oltási aránya, és ez akkor jelent veszélyt, ha valakit megharap egy kutya. Az oltás elmaradása jelentős pénzbírságot vonhat maga után. Kalocsán ezzel szemben már évtizedek óta tartja magát a gyakorlat, s a kutyatulajdonosokban is ez rögzült, hogy május az oltások hónapja. Talán így könnyebben megoldható a gazdák számára, hogy a korábban kijelölt időpontokban sétálnak el a morzsikkal, brutuszokkal, bogáncsokkal, talpikkal azokra a helyekre, ahol az állatorvosok várják őket. Az első alkalom május 8-án hétfőn lesz. Akkor a piactéren várják a kutyákat gazdáikkal együtt 18 órától 19 óráig. Ahol évek óta vannak az oltások, ott lesznek az idén is. Többek között a Móra Ferenc utcában, a Mátyás Király utca végén, a Zöldfa utcában, illetve egy délután 40 szálláson is. Gyerek is elviheti kedvencét, de ekkor érdemes egy felnőttnek is elkísérnie, aki segít az állat lefogásában, s abban is, hogy sorban állás közben elkerüljék azt, hogy az olykor türelmetlen vagy ijedős kutyák egymásnak menjenek. S érdemes egy-egy finom falatot is magunkkal vinni, hogy a bátran viselkedő kedvencünket megjutalmazhassuk.